Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatókon. Engedjék meg, hogy először friss adatokkal, közfoglalkoztatással kapcsolatos friss adatokkal kezdjem a tájékoztatót. Ugye minden hónap 20-ai zárónapon vizsgálja a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, hogy hogy állunk a bevonásokkal. Ugye 2013. október 20-ai állás alapján 298.753-an vettek részt, tehát ez az érintett létszám, aki 2013-ban közfoglalkoztatásban részt vett. Ugye a kormány vállalása 300.000 volt az idei évre, nagy biztonsággal lehet mondani, hogy ez a vállalás teljesítve lesz, adott esetben túl teljesítve. Még egy fontos adat, a zárónapi létszám, tehát akik konkrétan október 20-án dolgoztak, a 149.453 fő egészen pontosan, tehát közel 150.000 fő. Ez a egy hónappal ezelőttihez képest 6.000-rel kevesebb, akkor olyan 156.000 környéke volt, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma, az pedig 114.500 környékén van a legfrissebb adatok alapján. Ugye a kormány világosan és egyértelműen megfogalmazta a munkával, a munkához való hozzáállással kapcsolatos, még 2010-ben kapcsolatos teendőt, nem segélyt, hanem munkát adni az embereknek, ez a legfontosabb feladat. Természetesen elsősorban a versenyszférában lenne jó ezeket a munkahelyeket megtalálni, de amíg a versenyszféra olyan térségekben, területeken, ahol nem áll rendelkezése hosszú évek, évtizedek óta, ott a közfoglalkoztatás lehetőségével is élni kell. Itt az alapvető különbség az, a korábbi időszakhoz képest, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy emögött tényleges munka legyen, tehát értékteremtésre tegyük a hangsúlyt a közfoglalkoztatás keretében is. Ennek megfelelően számos olyan mintaprogram indult az elmúlt években, amelyek kifejezetten ezt a célt szolgálják, és nagyon hasznos tevékenységet végeznek elsősorban önkormányzatok, de állami szervek is. Gondolok itt a közútkezelőre, a MÁV-ra, vagy akár a vízgazdálkodási társulásukra, vízügyi igazgatóságokra. És hát egy újabb, nagyon komoly kihívás van előttünk, amikor ugye azt a kormánytól azt a feladatot kaptuk, hogy 2013 telén, illetve 14 év elején a korábbi időszakhoz képest lényegesen nagyobb létszámban próbáljunk a közfoglalkoztatás keretébe embereket bevonni és megfelelő hasznos tevékenységet mögé tenni. Ennek megfelelően ugye 2013. november 1-től 2014. április 30-áig nagyságrendileg 200.000 ember bevonását tervezzük közfoglalkoztatás keretében. Ez elsősorban a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium feladata lesz a kormányon belül, ezért is ülünk mi most ketten itt, és fogunk tájékoztatást adni a részletekről. Ugye ezen belül, a 200.000-es közfoglalkoztatáson belül 2013. december 1-e és 14. március 30-a között mintegy 100.000 ember képzésbe való bevonását tervezzük, hiszen nagyon lényeges az, hogy a közfoglalkoztatás önmagában ne egy folyamatosan oda-vissza mozgó tevékenység legyen, tehát magyarul lehetőséget adjunk azok számára, akik tudnak, akarnak és képesek akár a versenyszféra irányába nyitni, hogy az alapképzettségüt, az alapkompetenciát növelve próbáljunk nekik segíteni, hiszen látjuk, hogy a regisztrált álláskeresőknek majdnem a fele 8 általános iskolával, vagy még azzal sem rendelkezik, tehát ez az a szegmens, ahol a legtöbbet tudunk segíteni. És én itt, ha megengedik, elsősorban a képzési lábbal, a 100.000 fős képzéssel kezdeném a részleteket. Ugye hozzávetőlegesen mintegy 48.000 ember lesz ebből a 100.000-ből, aki úgynevezett alapkompetencia képzésben vesz majd részt. Ők azok, akik legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, és adott esetben mondjuk akár évek óta nem volt toll a kezükbe, tehát az íráskészségtől kezdve az olvasáskészségen át a matematikai alapműveleteken keresztül, tehát számos olyan tudást szeretnénk felfrissíteni, ami a későbbiekben, akár egy állam által elismert képzésbe, vagy más magasabb szintű képzésbe való belépés alapjait teremti meg. De van több mint 4000 ember Magyarországon, akinek a 8 osztálya sincs meg, ezért
az ő számukra felzárkóztató képzéseket kívánunk indítani. Ez itt a hat elemi, tehát a hat osztály megléte az, ami kötelező elvárás a belépés feltételei, és ugye a 7.-8. osztályt lehet majd ilyen módon megszerezni. Ezt a két programot, ami tehát nagyjából 52.000 embert fed le, a Tűr István Képzőközpont fogja végrehajtani, fogja megvalósítani nagy valószínűséggel, és nyilvánvalóan ugye itt számítunk majd az önkormányzatok, illetve azt tudom mondani, hogy a klikkek és a VMS iskolák segítségére is, hiszen ez egy olyan nagy infrastruktúrát igényel, mind humán erőforrásban, mind tárgyi feltételek tekintetében, amihez nélkülözhetetlen ez a fajta segítség. A állam által elismert képzések is fognak indulni, ez nagyságrendileg 20.000 embert fog érinteni. Nyilván itt már a meglévő 8 osztály a bemeneti feltétel, de adott esetben akár az érettségi is lehet az indulás. A foglalkoztatók azok általában az országos közfoglalkoztatók lesznek, tehát akikről az előbb is beszéltem, vízügyi főigazgatóság, vízgazdálkodási társulások, Magyar Közút Nonprofit ZRT, állami erdészeti társulások, nemzeti parkok, a MÁV, illetve döntő többségében a helyi önkormányzatok, akikre ezekben a képzésekben. És hogy csak néhányat említsek meg önöknek, ugye úgy állítottuk össze ezt a képzést, hogy megkérdeztük tőlük, hogy mire lenne szükségük. És faipari gépkezelőtől kezdve motorfűrészkezelőn át zsaluzóács, csontozómunkás, zöldséggyümölcsfeldolgozó, tehát csak néhányat említsek, hogy próbáljuk meg helyre tenni, hogy ezek nem általában olyan jellegű képzések, amelyek önmagukban mit sem érnek, hanem ezek igenis valós lehetőséget teremtenek most a közfoglalkoztatás keresztmetszetében, a későbbiekben akár a versenyszféra tekintetében is. Nagyjából 29.000 embernek tervezünk úgynevezett programakkreditációs tanúsítványra rendelkező képzést, fogalmazunk egyszerűbben betanító jellegű képzést szervezni. Itt is néhány tipikus példát említsek, segéd, gát és csatornaőr, betanított térkőburkoló, betonelem készítő, betonelem gyártó, tehát számos olyan vagy például mezőgazdasági gépkezelő, traktorvezető, C+E kategória, itt nagyjából 1000 embert szeretnénk bevonni. Tehát valóban olyan hasznos tudást szeretnénk biztosítani azok számára, akik a közfoglalkoztatás ezen lábán vesznek részt majd a programba, ami a későbbiekben is hasznosulhat. És itt a téli közfoglalkoztatás másik fontos pillére kapcsán pedig átadnám a helyettes államtitkár úrnak a szót, amikor is ugye a 100.000 ember november 1-től április 30-áig tartó tényleges közfoglalkoztatásával kapcsolatban induló programokat ismerteti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2013-14 a téli átmeneti időszak tervezésénél kiemelt szempontként kezelte a Belügyminisztérium, hogy a közfoglalkoztatottak részére értelmes a téli időszakban is végezhető munkát, az értékteremtéshez kapcsolódó tevékenységet vagy foglalkoztatást biztosítsunk. Ezen kívül a képzések, mint ahogy államtitkár úr is mondta, nyújtsanak lehetőséget a felzárkóztatásra. Jelzem önöknek, hogy 25.000 fő, illetve 26.000 fő van most mezőgazdasági mintaprogramban, akik már most is kötelezően képzésben vesznek részt, és ezt mi folytatni szeretnénk, tehát a képzés, a kistérség és tart mintaprogramok keretében is nagyon fontosak. A téli átmeneti közfoglalkoztatást a Belügyminisztérium 3 fő területre tervezte meg. Ezek a területek a hagyományos önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok, az országos közfoglalkoztatási, amelyek téli időszakban is végezhető tevékenységek, ezen kívül az egyéb az év folyamán beérkezett igények alapján megtervezett értékteremtő közfoglalkoztatási programok. Amennyiben azt kérdeznék tőlem, hogy ezek az értékteremtő programok mely területen is hogyan valósulnak meg, akkor azt kell elmondanom, hogy mezőgazdasági területen a mezőgazdasági termékek környezetbarát termelése, feldolgozása, szakipari munkálatok költségtakarékos elvégzése, országos közfoglalkoztatottak tevékenységét mi is jellemzi, az állami vagyon megóvásához, karbantartásához, működtetéshez kapcsolódó feladatok,
a természet és a lakókörnyezet védelme, tisztántartása, turisztikai látványosságok karbantartása, oktatáshoz, sporthoz, szabadidős tevékenységhez, programokhoz kapcsolódó tevékenységek, egészségügyi, szociális, lakossági szolgáltatások, közbiztonsági feladatok ellátása, hóeltakarítás, digitalizálás, archiválás, tehát így a teljesség igénye nélkül soroltam föl néhányat az értékteremtő tevékenységek kapcsán. Köszönöm szépen.